Ebben a tóban is volt már haláleset, illetve abban is. A legjobb tudomásom szerint abban 3, illetve egy gyilkosságból származó. Minden évben többször határozottan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a vizek veszélyesek. A jó idő beköszöntével sajnos egyre többen mennek szabad vizekre. És jó kell tudniuk úszni, és ez nem azt jelenti, hogy a strandon vagy az uszodába néha fölrúgva magukat, biztonságban érzik magukat a vízben, hanem hogyha hirtelen kerülnek bele, azaz beleesnek. Mert beleeshetünk a partról is, tégről is, hajóból is, vízibicikli, bármilyen sporteszközből is, és akkor nagyon gyorsan benne vagyunk, ruhástul. Tehát nagyon jó lenne az, hogy az olyan öltözetben, amiben most ti vagytok öltözve, ha belestek a vízbe, akkor legalább egy 15-20 métert valóban képesek legyetek elúszni, és ne a pánik, vagy efféle uralja ugye el a elménket. Itt az a baj, hogy főleg csónakról be lehet esni. Most ennek mocsadat az alja, tehát előfordulhat az is, hogy valaki derékig elsüllyed. De nem biztos. Ott megy ki belőle egy alagút, aminek a végén rács van, és annak is saras mocsadat az alja, illetve benne sötét van. Minden évszakban kellene otthon is megtörténni egy kis balesetvédelmi oktatásnak. Itt ebben az esetben mire lehet felhívni a szülők figyelmét, mire figyelmeztessék, oktassák a gyerekeiket? Azt, hogy a gyerek soha ne menjen el úgy otthonról, sehova, mert azt nem tudhatjuk, hogyha ő azt mondja, hogy átmegy a szomszédba, mégiscsak a szomszéd gyerekkel nem mennek le a partra. Tehát, hogy igen, mondja meg, hogy hova fog menni, és akkor a szülő legalább arra számíthat, hogyha nem jön haza a gyerek, mégis hová tűnhetett, hova lett. Nagyon fontos, hogyha tudjuk, hogy kivel megy el, annak a teljes nevével legyünk tisztába, ugyanis az, hogy elment Pistivel, melyik Pistivel? A vezeték nevet is nagyon jó lenne tudni, meg természetesen azt is, hogy hol laknak. Fontos hozzátenni azt is, hogy segítségkérésre bármilyen hírközlési eszköz, azaz bármilyen, törvény szerint felhasználható, tehát a te autódat megállítom, elkérem a telefonodat, és törvényi kötelességet odaadni segédhívás céljából. Ha gyerekek csapatostól mégis kitévednek valami vadvízre, ne talántán bányatóhoz, és valaki baleset ér, akkor mit tehetnek a gyerekek? Bányatóban ne fürödjenek, ez az első. Az alföldi bányatavakat úgy hívják, hogy kútkoporsó. Azt hiszem, ez mindent megmagyaráz. A bányatavaknak az a nagy veszély, hogy kicsi a felszínük, omladékony a szélük, hideg a vízük, nem ismert a mélységük, és sok esetben bányagépészeti eszközök is vannak benne. A fejes ugrás szintén életveszélyes, mert ahol sekély a víz, vagy valaminek nekiugrunk, eltörjük a nyakunkat. Hogyha fuldoklót látunk, akkor a következő lehetőségeink vannak, amit azonnal meg tudunk tenni. Nem tanácsos vízbe ugrani. Ugyanis nem tudjuk, hova ugrunk, ez az egyik baj. Mindenképp az eszközös mentés a célszerű. Szóba jöhet kötél, faág, vagy bármi olyan merev dolog, rúd, seprű, akármi, amit odáig el tudunk nyújtani. Ha messzebb van a parttól, akkor nagyobb a baj, hiszen nem nagyon tudunk utána menni, főleg úgy, hogy azért valószínűleg rajtunk is van ruha. Tehát ruhába oda menni, és egy ruhás embert még ki is menteni, aki élete árán is védekezik ellenünk. Nem gond a vízimentőt vízbe folytani, ezt sajnos jól tudjuk. Akkor nem marad más hátra, mint vagy szerencséje lesz, bár szerencse szerintem nem létezik, vagy pedig valamilyen szervezetmentési formában segítséget kap. Itt nincs szervezetmentés, tehát itt ez a lehetőség nem létezik. A Balatonon van szervezetmentés, de a Balaton nem túl nagy vízfelülete az országnak. Nógrád megyében, itt a környékünkön főleg milyen veszélyes vizek találhatók? Legveszélyesebb az Ipoly, illetve minden olyan terület, mint itt ez is, amelyek mocsarasak, illetve ennek a tónak, ott, ahol a híd volt, a túlsó részén is van egy ilyen mocsaras terület. Az sem jó. Például az Ipolyról úgy gondoljuk, bár hajózható folyónak tünteti föl a térkép, de azért sok esetben át lehet lépni. Azonban van, amikor komoly sodrása van, árvíznél valóban hajózható az Ipoly. A folyóknál az a jelentős kockázat, hogy egyrészt elviszi az embert onnan, ahol volt, másrészt vannak az úgynevezett örvények, amelyek valójában nem életveszélyesek. Hogyha hagyjuk magunkat, hogy levigyen az örvény, akkor lejjebb, ahol már szűkebb a, ugye tölcsér formájú nagyjából, akkor ott ki lehet úszni. Örvények nem csak ott alakulnak ki, ahol lefolyik a víz,
hiszen a Duna nem folyik le, csak elfolyik, hanem ott is, ahol kanyart vesz, vagy ahol másik oldalbefolyás megérkezik és örvényt képez. Nagyon veszélyesek értelemszerűen a vízesések, de nem csak azért, mert ott lezuhanunk, esünk akármekkorát, lehet ez nem túl nagy is, csak alul egy vízforgót alakít ki, ami alulra igyekszik bennünket lentartani, tehát lenyomni. Akkor értelemszerűen a vízművek, ahol bedarálja az embert a lapátok, tehát azok megközelítése veszélyes. Salgóbánya és Somoskújfaluk között, hogyha balra bemegyünk, ott van egy sziklás bányató. Azt hiszem Kisközép-bányatónak hívják. Annak az a veszélye, hogy egyrészt hideg a vize, másrészt omladozik a sziklafal, harmadik bemegyünk térd alá érő vízbe, majd egy lépés után 3 méter mély lesz, és a vízinövényektől csúszik. Arról nem beszélve, hogy a körülötte levő sziklafarakról, aminek szintén omladékos a széle, onnan egyszerűen bele lehet esni is. Eresztvényben, ahol a telkek vannak, ott több olyan tó is ki szokott alakulni, most is vannak, amiben növényzet van, az oldala csúszik, fák árnyékolják, a vize hideg, és ha ott vagyunk, nem igen tud róla senki, hisz nem vagyunk láthatóak. Azonban ezekbe beleesni, vagy szándékosan belemenni, hogyha valakinek ez a legfőbb célja, igencsak nem célszerű, ugyanis nagyon saras az aljuk, a növényzetbe elakadunk, a hínárba egyébként nem lehet belegabajodni a közhiedelemmel ellentétben, és a nádban nem lehet kapaszkodni. Úgyhogy ezeket nem célszerű semmi esetre sem olyan szempontból fölkeresni. Horgászni nem lehet bennük, békát fogni lehet a partján, de az sem célszerű. Főleg azért nem, mert a Bükki Nemzeti Park területén van. Tehát használjuk fotózásra. Igen. Messziről. Nagyon sokszor hallunk olyan történetekről is, hogy apa például elviszi a gyerekeit horgászni, csónakba, nem készül fel arra, hogy ő tulajdonképpen nem is alkalmas életmentésre, a gyerek meg vízbe esik. Igen. Az a baj, hogy amikor gyerek vízbe fullad, és megkérdezzük a szülőt, hogy hát nem tudott úszni a gyerek, én se tudok, minek tanítottam volna meg. Én itt most nem akarnék vízbe menni, és mégis érhet baj. Igen, mert ha ez a rész vízes, bár most száraz, akkor nagyon csúszik mind a kövek, mind pedig a növényzet. Tehát itt fenékre esik az ember, és indul a gatyafékezés arra nagyon síkos részre, és utána megyünk befelé a tó aljáig. Ráadásul kifelé, ha jövünk, nagyon csúszik, tehát nem tudunk megkapaszkodni. Tehát akkor is észnél kell lenni, ha valaki csak egyszerűen vízparton sétál, mondjuk gyerekekkel. Hát a vízpart, ez körülbelül ott kezdődik. Tehát innentől befelé már veszélyes. Igen, már mi is rossz helyen állunk.